Ha nem rajong az izzasztó nyári hőségért, de a hideg téli idő sem a kedvence, akkor Kunming, a tavasz városa megnyerheti a szívét. Az erős napsütés miatt a baktérítő és a ráktérítő között elhelyezkedő területen egész éven át magas a hőmérséklet és csapadékos az idő. Ugyan Kunming városa is ebben az égövben fekszik, de a fennsík elhelyezkedése miatt itt mégis enyhe és állandó az időjárás, ezért tavaszvárosnak nevezték el. A kellemes klímában a legszebb természeti adottságok alakultak ki. A város vízi és növényi forrásokban egyaránt gazdag. A 330 négyzetkilométeres Dianchi-tó a tartomány legnagyobb tava. A karstfelszínes nyugati hegység olyan, mint egy szép lány, ami a tó mellett fekszik. Ez a két természeti jelenség különleges hegyes és vizes kilátást kölcsönöz a városnak. Nagyvárosok ilyen páratlan kilátással csak ritkán rendelkeznek. Télen tömegesen érkeznek meg Szibériából a donkashirályok. A madarak könnyed táncot lejtenek a Dianchi tavon, amely a turistákat is a tó közelébe vonza. A turisták fotókat készítenek, és csemegét adnak a madaraknak. Élvezik az ember és a természet harmóniáját. Vizes élőhelyekből sincs hiány itt. A város környékén több mint 10 található, amelyek megőrizték a helyi levegőt és a vizet. Az irigylésre méltó időjárás az évelővirágok termesztésének is kedvez, ami fontos terméke a helynek. A kunmingiak több mint 3000 féle virágot értékesítenek, amelynek köszönhetően a város Ázsia legnagyobb virágpiacává vált. Bőséges a virágellátás, így a növények nagykereskedelmi ára sem drága. Hatalmas mennyiségben cserélnek gazdát. Egy csokor eredeti ára általában csak töredéke a kiskereskedelmi árnak. A tavaszváros alaphangját a kényelem adja. Kunming a sokfélesége miatt befogadó város is. Összesen 26 nemzetiség él itt. Mindannyian szint és változatosságot ajándékoznak a területnek. A város nem csak misztikus festéssel, írással és több mint 1000 éves buddhista templommal rendelkezik, hanem a kínaiak hős és bátor történelméről is tanúskodott. A helyiek reggelire egy kis adag rizs tésztát fogyasztanak, délben a friss gombákból készült táj nemzetiségű fogás kerül az asztalukra, délután pedig yunani arabika kávét kortyolgatnak a meleg napsütésben. A kunmingiak élete olyan nyugalmas, mint maga az ottani természet.